Közel 30 éve indította családi vállalkozását a Királyhelmecen élő gazdag házas pár. A rendszerváltás utáni években az elsők között nyitották meg pékségüket a térségben. Nem csak a 8,500 fős városban élőket látták el kenyérrel és a legkülönfélébb pékáruval, de a Bodrog köz és a szomszédos Ungvidék, azaz közel 50 település lakóit is. Kisebb mennyiségben ugyan, de máig sütik finomabbnál finomabb kenyereiket, péksüteményeiket, alkalmazkodva az igényekhez. Gazdagik 9 féle kenyeret sütnek, hű vásárlóik számára máig sütik a nagy kedvenceket. Emellett igyekeznek újat is hozni a kínálatba. A félbarna kenyér, a rozsos, amit már közel 30 éve sütünk, ez. És a következő pedig a rostkenyeret szeretik, akik már nem annyira a fehér lisztet, hanem inkább a magvas barna liszteket. A pékség mellett egy élelmiszerüzletet is üzemeltetnek, így ma 6 alkalmazottal dolgoznak. Volt, amikor 50-60 embernek adtak munkát. Minden faluba ott voltunk. Ez tartott egy jó pár évig, még nem jött a konkurencia. Magyarországról kezdtek bejönni, aztán már később itt a városban az üzletláncok, úgyhogy kicsit úgy bele is fáradtunk. Közrejátszik az is, hogy nehéz szakembert találni a vidéken. Nagyon nehéz, mert aki szeret is dolgozni, meg pék is, az elment a környékről. A hozzáállás és a becsületesség a legfontosabb, mondja a családfő, aki feleségével együtt indította 27 évvel ezelőtt a vállalkozást. Mindketten szeretik szülőföldjüket, ezért fájlalják, ha a fiatalok elvándorolnak a vidékről. A hozzáállás kérdése. Hogyha az ember egyszer úgy gondolja, hogy itt marad, és komolyan gondolja, és úgy áll hozzá, akkor én szerintem itt is ugyanúgy meg lehet élni, mert a kemény munkával, kemény munka, és nem az, hogy egy-két év alatt meggazdagodni, hanem ahhoz kell, évtizedek kellenek, hogy az ember valamilyen szintet el tudjon érni, és hogy neve legyen, ismerjék, mert hát ugye a hozzáállás, a becsület, meg ez nagyon fontos, meg hát így születtünk. A Bodrog köz csak ad meg mindig, és vissza nagyon kevés ember, aki visszajönne és azt mondja, most a tudásom meg a tehetségem, itt próbálom, és itt mutassuk meg. Gazdagék 2 gyermeke Budapesten végezte egyetemi tanulmányait, emellett sokat utaztak a nagyvilágban, de mindketten visszatértek szülőföldjükre. Irén 2011-ben férjével közösen kávézót nyitott Királyhelmecen. Ők is tudják és tapasztalják, hogy egy gazdaságilag hátrányos vidéken nem könnyű talpon maradni. De ha élvezik, amit csinálnak, akkor a munka nem esik nehezükre. Mindig újat kell hozni, ők ebben bíznak. Nehézségekbe ütközik az ember, de úgy gondolom, hogy jó döntés volt, mert tényleg itt azért a család is besegít, hogyha kell, meg... Tehát mindenképp jól érzem magam itthon, meg szeretem a szülővárosomat, annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy itt nincs semmi, meg hogy ez egy elmaradott környék, de igenis tenni kell érte, hogy jobb legyen. Irén férjével 7 éve speciality kávékat szolgálnak fel, különféle koktélokkal a bárkultúrát igyekeznek terjeszteni. Egy éve a hagyományos cukrász sütemények mellett paleó és egyéb új hullámú sütikkel bővítették a kínálatot. Ezeket ráadásul öccse, az ugyancsak Budapestről hazatért Géza Konrád süti. Én azt gondolom, hogy nem könnyebb egy nagyvárosba boldogulni, mint itthon, és az ember nem is tud több pénzt keresni, mint itthon. Az életszínvonalához képest úgy gondolom, hogy mindig itthon is van mit csinálni. Lehet, hogy az én helyzetem egy kicsit szerencsésebb, és az én hátterem a sokkal stabilabb, úgyhogy én csak a saját szemszögemből tudom ezt elmondani. De én úgy gondolom, hogy nekem van itt a felvidéken is lehetőségem, mint ahogy a nővéremnek is. Ugye ezekkel a süteményekkel kezdtünk el foglalkozni. Nekem van egy barátnőm, egy jó ismerősöm Budapestről, aki egy saját cukrászdát működtet a Bake Shop néven, és ez a Suri Dominika, tőle tanultam meg ezeket a süteményeket elkészíteni. Amerikai pitéket, sajttortákat, valamint mandula, kókusz és más maglisztekből készült finomságokat talál kínálatukban a vendég.
Mindig valami újat, de a meglévő minőséghez ragaszkodva. Ehhez a mottóhoz ragaszkodnak a gazdag testvérek, akik megmutatták, hogy érdemes hazatérni a szülőföldre, hiszen kellő tenni akarással és elszántsággal itt is lehet boldogulni.